Az itt látható tér a Hősök tere Magyarország egyik legismertebb turista látványossága. Budapesten ezen kívül egyébként még három Hősök tere van, ám mi a legismertebbhez látogattunk el. Fontos róla tudni, hogy 1932-ben kapta a jelenlegi nevét, korábban virágágyások díszítették, majd a II. Világháború idején lerombolták, azonban újjáépítették. Nézzünk is körbe egy kicsit. Hősök terén megkérdeztük a turistákat, mi az első három szó, ami eszükbe jut Budapestről. We can eat very good, good food, good restaurants, and beautiful city. It's a beautiful city, it's the capital of Hungary, and I love this city, it's very nice. Mi az első három dolog, ami eszedbe jut Budapestről? Gulyás, csöves, ellenőr. The first word that comes to my mind is history. Because I think that the history is very interesting. The second word that comes to my mind is traffic. Because I got lost here yesterday and it took me hours to find my way. And yeah. Do you have a word to add? People are very kind. Are so kind. So many kind people. Nem is tudom, talán buli, még több buli és szórakozás. Budapest. Old. Intricate and fantastic. Mögöttem látható a Kisföld alatti, mai nevén az M1-es metró. A Magyarországi Országgyűlés 1870-ben hagyta jóvá megépítését, 2000 óta viszont már a világörökség részét képezi. A Kisföld alatti a Vörösmarty tértől a Mexikói útig halad, vonalhossza 4,4 km, megállóinak száma pedig 11. Az Andrássy út 22-es szám alatt található a Magyar Nemzeti Operaház, ami Magyarország egyetlen kimondottan balettekre és operákra szakosodott színháza. Az épület Budapest egyik legjelentősebb 19. századi műemléke, neoreneszáns stílusban épült, Ybl Miklós tervei alapján. Az Andrássy út többek között azért számít rendkívül fontos turista célpontnak, ugyanis olyan luxus és világmárkáknak ad otthont, mint az Omega, a Techwear vagy a Louis Vuitton. A
terrorháza a 20. századi diktatúrák áldozatainak emlékére épült múzeum Budapesten. Zbigniew Brzezinski azt mondta, a terrorháza múzeum megnyitása történelmi mérföldkő. Azért jött létre, hogy örökre emlékeztessen az emberiség által azelőtt nem tapasztalt mértékű intézményesedett gonoszságra.